Hello, hello, sziasztok, ez itt Kerberus. Egy picikét megkésve bár, de jelentkezem a Hana és Morel hős elemzős videóval, videókkal. Eléggé trágya héten vagyok túl, és még most se sokkal jobb, úgyhogy emiatt késlekedtem cseppet, de közben megérkezett a nyári akció is, úgyhogy mondom, azért nem szeretnék ennyire lekésni a dolgokkal, vagy hát elmaradni, úgyhogy lássuk is Hanát és Morelt. Ezek már Prince Greenek, ugye nemrég elment ez a történés. Én személy szerint azt érzem, hogy egy nagyon mély repülésben van az a játék. Jelen pillanatban mindig is voltak, meg vannak vele problémák az évek alatt során, de ezzel a szezon 3-as és most ezzel a Morel szezon 4-es már van pár olyan hős bekerült a játékba, ami én azt gondolom, hogy teljesen élvezhetetlenné teszi a raideket. Gyakorlatilag elég, és már találkoztam, és már lehet látni azért olyan defense teameket, ahol van egy Frigg, egy Morel, Odin, hát nincs szükség 5 ellenfélre, hanem pár húzásból nem tudsz megfelelően védekezni, de hát mivel mindegyik gyors karakter, ez a három karakter úgy kivégez téged mindannyiú. Ezt tetézi még azzal a Small Giants vagy az Inga, hogy most a defense teameknek a plusz 20%-os, elvileg plusz 20%-os bónuszából el kíván venni, hogy ne legyenek olyan erősek ezek a defek. Míg ezzel egyidejűleg, ugye bekerült ez a Limit Breaker cucca játékba, hát ez olyan szintű epic fail, és olyan szintű szerencsétlen szemtelenség, hogy ez azért engem már egy picikét kiakasztott. Még egyszer, hogy érezhető legyen, még erősítenek a legerősebb karaktereken, a Limit Breakerrel, ugye balansznak se híre, se hamva, hogy még jobban lehúzzanak, és ezzel egyidejűleg, mivel már amúgy is élvezhetetlen a raid, ezért a defense teamek erejét csökkentik. Szóval, hogy ez valami egészen elképesztő agymenés. No, de rendben, ez majd lehet egy másik videó témája lesz, csak ez úgy kikívánkozott belőlem. És még egy történet, még egy dolog, hogy készítettek a fejlesztőkkel egy kérdezfelelek, question answer, nem tudom én micsodát. Ugye nagyon sok kérdést ott feltettek nekik, és bizony semmi jó kilátás nincs. Szóval az ember azt gondolna, hogy egy ilyen politikushoz híven, hogy azért legalább megpróbálnak valamit hazudni, vagy megpróbálnak úgy ügyeskedni, hogy némi pozitívat csöpögtessenek, de nem. A legtöbb válasz és kérés a fórum, illetve közösség által kér dolgokra. Nem tervezzük, nem valószínű jellegű válaszokat adtak, és egy-kettő olyan, ami esetleg szimpatikus lehetne, erre pedig a majd valamikor címszavú választ adták, szóval szégyen a köbön. Engem ez a hónap az előző cirkusszal és még ezzel a mostani szezon 4-essel is rendkívüli mód megszivatott, hát így a 3-4 év alatt legjobban, ennyire még soha nem, úgyhogy nyilván ez is elvette kedvemből, de ha nézzük a teljes képet, akkor katasztrófa, ami felé halad a játék, hát és akkor majd lehet, hogy el kell gondolkodni. Illetve biztos, hogy elgondolkodnak többen, sokan a hogyan továbban. Meglátjuk, hogy nálam ez hogyan alakul. Egyelőre még kitartok. No, ennyit a bevezetőről. Hana, druid osztályba tartozó, új szezon 4-es hős, és a passzívja, ez a kis szürke rombusz. Ugye azt hát ez nem volt szándékos, de freudi elkattintás, maradjunk annyiban. Azt jelzi, hogy a hős első támadása az 20% manáról indul, szóval gyakorlatilag, amint elkezdődik a mérkőzés, 20% manát nyer a hős. Ez azért érdekes, mert ez az első olyan szezon 4-es hős, akinél gyors mana töltődés mellett érvényesül ez a passzív. Mit jelent ez? Közben nézegettem két hozzászólást, én ugye nem tudtam letesztelni, de meg ki nem számoltam, de van, aki azt írta kommentben, hogy már egy level 5-ös mana trúppal
Gyakorlatilag nagyon gyorsá válik Hana első ütésre. Level 5-ös trupja mindenkinek van, azt gondolom 11-es is bőven. Ezzel már az első ütésen nagyon gyorsá, azaz hadcsempéssé lehet varázsolni Hanát. És egy nagyon gyors karakter, ő nem nagyon gyors karakter, de mégis funkcióját, vagy hát ezt a szerepet tudja betölteni első ütésre, az mindenképpen nagyon csábító. Az attribútumokról igazából 780, 747, 1433 már nincs is értelme beszélni, ezt már többször elmondtam, hogy a szezon 4-es hősök attribútumai nagy általánosságban az átlag felettiek, így Hanáé is. 780-es támadás az rengeteg sok, és a defenz és életerő is az átlag felett van. Még egyszer gyors monotöltődésű, amit a passzív legelső ütéskor nagyon gyorsá változtat, 215%-os sebzést oszt ki 3 ellenfélnek. Ugye cserébe talán, hogy az első ütés nagyon gyors, nem oszt ki akkora bődületesen sok és nagy sebzést. Ugye vannak 270, 280, 290-es gyors karakterek, úgyhogy ez nem egy akkora félelmetesen nagy ütés, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy summonál az ellenfélre Golden Idol fiendeket, ilyen kis arany koponyákat, vagy kristály koponyákat, csak hát aranyról van szó, és ugye ezek támadnak körönként. Ez a 43%-os támadás, ez az annyira nonsense, akinek van Elizabeth, vagy ha már mentetek Elizabeth-tel ellenében, akkor nagyjából olyan támadást képzeljetek el a fiendek részéről. És hasonlóan Elizabeth mechanikájához, akkor nem lehet őket eltávolítani, csak úgy tudod ezeket a fiendeket eltüntetni. Egyébként itt tartja, hogy ezt a koponyát a kezében, ezek a kis minyonok. Úgy tudod eltávolítani, hogyha 20%-ot hílez a saját szövetségeseiden. És harmadik pontban pedig azt írja, hogy ezek az arany kis rőt vérszopó denevérek 20%-kal csökkentik az ellenfél támadását, addig, amíg rajta vannak megint ezek a minyonok, és ez nem távolítható el, ez a képesség. Úgyhogy a mechanikáját tekintve ugyanaz, mint Elizabeth pók minyonjai, vagy fiendjei. Ugye ez a fiend, ez ilyen kis szörnyecskét, ilyen démonikus valamit jelent. És ebből adódóan erős, nincsen rá még jelen pillanatban olyan counter, ami ugye a minyonokra van, hogy megöli a minyont, leveszi, átalakítja is a többi, ezekre a fiendekre, amik a saját szövetségeseidet érik negatív hatásként, hogy úgy mondjam, ezekre még ilyen értelemben nincs ellenszer, nincs counter. Az egyetlen az, hogy híleled őket. Itt legészszerűbb talán összehasonlítani Elizabeth-tel ezt a karaktert, hiszen nagyon hasonló funkciót látnak el. Azonban, ha Elizabeth-tel összehasonlítjuk, akkor hogy elmondható, hogy bár ő közepes manatöltődésű ám, de mindenkire sebez, és a fingjei, azaz negatív minyonjai sokkal betegebbek, sokkal halálosabbak. Ez a 20% támadás csökkentés alapvetően frusztráló lehet, de mégsem olyan game changer, mintha Elizabeth ugye venné le 24%-kal a manát. Az bődületesen imba történet, ugye egyedül úgy lehet eltávolítani, hogyha hílesz, de hogyha nincsen manád, nem tud töltődni megfelelően, akkor kevésbé valószínű, hogy fel tudod tölteni a healeredet, akivel tudnál hílelni. Igazából legjobb védekezés ezekkel a fiendekkel szemben, a ilyen Garni vagy Grazul alapú negatív státusz effektus immunitás, ugye mind Grazul, mind Garni nagyon gyors, és mielőtt elsülne Hana vagy Elizabeth, ha magadra Vandának ugyanez van, és egyre több ilyen nagyon gyors, piros jellegű, nagyon gyors karakter van, ami tud védekezni,
akkor úgy időzíted, hogy ne hasson rád az a Elizabeth esetében a mínusz 24% mana, Hana esetében a mínusz 20% mana. De még egyszer mondom, hogyha főleg mondjuk ilyen monót játszol, vagy miért más, akkor igazából ez a mínusz 20% sebzés, ez a sebzés redukció, ez nem akkora óriási nagy negatívum. Ezzel még bőven lehet hozni egy meccset, túl lehet élni. Ezzel összesítésben elmondható, hanem egyébként druida osztálybéli karakter, hogy egy nagyon jó kis hősről beszélünk, gyors, első körben nagyon gyors mana töltődés mellett. Shellbass 3 karaktert 780-as alapsebzéssel, és mellette pedig sebzést csökkent, ugyancsak 3 ellenfélnél, pozitív, vagy hát legjobb forgatókönyv szerint. Úgyhogy mindenképpen jó karakter, érdemes őt felhúzni az én véleményem szerint, de azért nem egy olyan must have, nem a legerősebb hőse a szezon 4-esnek, sőt, még csak nem is a második, harmadik. Ha sikerült volna kipörgetnem, akkor értelmszerűen biztosan felhúzom. Én azt gondolom, és azt gondolnám, hogy elsősorban támadásnál szuperálhat jól, ott mégis tudsz vele taktikázni, meg tudod szabni, hogy kinek a sebzését szeretnéd csökkenteni, ami számíthat, defenzen sokkal-sokkal erősebb Elizabeth minden körülmények között. Úgyhogy Hanáról ennyit, a lényeg azt hiszem megvolt, és a második szezon 4-es karakterünk Morel, hát róla nem fogok sokat beszélni, egyrészt már hónapok óta említettem, Morel szezon 4 frigje, mondhatni, csak egy sokkal konzisztensebb, sokkal megbízhatóbb idézőjeles frig. Ugye Ranger, vagy Ranged, nem Ranger osztályba tartozik, nyilascskás osztályba. Tudjuk, ez azt jelenti, hogy át tud hatolni a különböző defense buffokon, ami nagyon erős tud lenni. Az ő neki passzívja, amit ugye nem tudok megmutatni, mivel ez egy print screen, de hát az, neki a passzívja az, hogy plusz 30% sebzés első körben. Magyarán ez azt jelenti, hogy gyors monatöltődésű hős, megint abszolút átlag feletti attribútumokkal bír, és mindenkire 180%-os sebzést oszt ki. Ez legelső körben, ez a 180, ez 210 lesz. Szóval első körben 210%-os sebzés, minden későbbiben, későbbiekben 180%, és minden ellenfél mínusz 34 defense-t, páncélzatot szenved el 3 kör erejéig. Mi a bődületesen nagy probléma? Hát nem is mondom, hogy morellel, de ugye magával, a metával, meg a játéknak az irányával. Nagyjából ennél már kevésbé lehetne, így, vagy hát nehezen lehetne, csak rosszabb a helyzet. Az a probléma, hogy olyan gyors karaktereket hoztak ki, amelyek, és már nem az elsőt, amelyek a legerősebb debuffal rendelkeznek. Szezon 3-ban ott volt Frigg, szezon 4-ben itt van Morel, gyakorlatilag egy-kettő ilyen karakter elsül, és nem tudsz mit csinálni, veszítetted azt a raidet. Szóval olyan játék még nem készült gyakorlatilag az univerzumban, ami hosszú távon tudott volna működni, és élvezetes lett volna, ahol ilyen balanszbéli különbségek vannak. Ezt már régebben szoktam mondogatni, de hogy az erős karaktereknél kellene legyen egy ilyen tendencia, vagy a különösen erős karaktereknél, hogy egy nagy rizikó, és nagy jutalom. És ezek a karakterek pedig azok a karakterek, akiknél az égvilágon semmi rizikó nincs, az égvilágon semmi hátrány nincs, és ha elsül, akkor óriási előnyt élvez már is az egész csapat. Úgyhogy ez valami borzasztó. Még ha egy ilyen karakter lenne, az se lenne az én véleményem szerint opcionális, vagy optimális, bocsánat, na de pont ez az, hogy így már Friggel egyetemben, innentől kezdve majd látjuk helyesen a Frigg és Morel kombókat, és már lehet ez a kettő karakter is elég lesz ahhoz, hogy kivégezzenek. Úgyhogy hát ez én számomra már az utóbbi időben elég élvezhetetlen a raid, mivel semmi másról nem szól, nem igazán lehet taktikázni, nem igazán lehet stratégiázni, tök mindegy, milyen hőseid vannak.
és ez nagyon-nagyon szomorú. Úgyhogy ő Morel, aki kihúzta, hát az az első osztályú, hogy a hőst húzott ki, vagy egy másik aspektusban, hogy lehet egy olyan játék, hogyha lenne 6 friggem, meg 6 morelem, akkor felhúznám a 6 frigget, meg a 6 morelt, és fényévekkel előrébb lennék, mint bárki más, akinek lehet az összes többi hőse megvan. Szóval, hogy ezek azért elgondolkodni való dolgok. Mit mondhatnék még? Ja, még egy picikét ilyen összehasonlítás jelleggel. Ugye azért mondtam, hogy konzisztensebb, biztosabb Morel, mivel ő függetlenül a csempeszámtól mindig hozza ezt a sebzést, és mindig hozza ezt a mínusz 34%-os dev down-t. Vele ellentétben Frigg-nél a csempeszámok döntenek, de Frigg véleményem szerint még mindig az egyik, hanem a legimbább hős a játékban, ugyanis bár csempeszámok döntenek, és elméletben, elvileg nem kell, hogy óriásit sebezzen, sőt, elméletben, elvileg sebezhet kicsit, és adhat kevesebb, relatíve kevesebb defense down-t, ám a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy igazán nincs sok csempére szüksége, ilyen 6-7 csempével már közel hozza a maximumot, hanem maximumot, és ugye nagy átlagban 7 csempe elvileg mindig van a táblán. Ez is megint nyilván értsd jól, hogy 5 darab szín van, 35 osztva 5-tel, szóval, hogy ez az átlagos 7 csempeszám, hogyha nézzük az tényleg a statisztika átlagokat, akkor ez megvan. És akkor ezzel a maxolódik is Frigg, úgyhogy akkor lenne értelme ennek a csempés megoldásnak, hogyha kisebb értékekkel bírna, és tényleg csak nagyon-nagyon sok csempeszámnál adná meg azt a max sebzést, max defense down, de így a 6-7 csempével igazából ez csak ilyen látszatintézkedés az én szememben. Úgyhogy és most Morellel még élvezhetetlenebbé válik majd a raid, minden valószínűség szerint. Úgyhogy ez volt a jelenlegi szezon 4-es új hősök. Hana és Morell, mind a kettővel jól járt az, akinek sikerült kihúznia, legalábbis mindenképpen jobban, mint akinek akkorogot sikerült kihúznia. No. És akkor erről ennyit, nézzük az új nyári hősök kosztümjeit.